A 2007-2013-as uniós ciklusban a korábban bejelentett 8200 milliárd forintos fejlesztési kerettel szemben az árfolyam különbözet miatt további 700 milliárd forint kifizetésére nyílt lehetőség, mondta a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei uniós fejlesztésekért felelős miniszteri biztos Nyíregyházán. Lipők Sándor kiemelte, a kifizetések így elérték a 8900 milliárd forintot. Ezt a 8900 milliárd forintot 2015. november végéig mi lehívtuk és fel is használtuk. Ennek a felhasználási ütemezésével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az uniós források felhasználása, lehívása a 2013-at követő időszakban indult meg, hiszen 1700 milliárd forintot hívtunk le 2013-ban, 2014-ben 1850 milliárd forintot, és 2015. november végéig, vagy 2238 milliárd forintot hívtunk le. Ez azt jelenti, hogy körülbelül nagyjából összeszámolva, vagy a matematikát elővéve, az azt jelenti, hogy a források kétharmadát körülbelül hívtuk le a három év alatt. Az a rendelkezésünkre álló idő egyharmadában végeztük el a ránk háruló munkának a kétharmadát. A miniszteri biztos hozzátette, mivel az uniós keretet teljes egészében felhasználta Magyarország, ezért a kifizetések fedezetét immár nem a Brüsszelből érkező források jelentik, hanem az ország költségvetési tartalékaiból jutnak pénzükhöz a nyertes pályázók. A közép-európai országok között pedig hazánk igen jó eredményt ért el eddig, és idén is a kifizetések terén, tette hozzá a megyei közgyűlés elnöke. Az ország egészében 2237 milliárd forintnyi az a támogatási összeg, ami ez évben lehívásra került, illetve kerül. Szabolcs-Szatmár Bereg megye esetében pedig több mint 113 milliárd forint, majd 114 milliárd forint az a támogatási összeg, amelyben a megye önkormányzatihoz, civil szervezeteihez, gazdasági társaságaihoz, illetve bizonyos támogatások esetében magánszemélyeihez került, hiszen magánszemélyek is támogathatnak bizonyos energetikai és egyéb pályázati programokban. Ez egy irgalmatlan nagy szám, hogyha a ciklus egészét vesszük, akkor Szabolcs-Szatmár Bereg megyében majd 500 milliárd forint az a fejlesztési forrás, ami rendelkezésre állt. Mint ismert, a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklusban Szabolcs-Szatmár Bereg megye mintegy 90 milliárd forintot használhat majd fel csak a terület- és településfejlesztési operatív program keretében. A megyei közgyűlési elnök hozzátette, azon dolgoznak, hogy a jelenlegi fejlesztési ciklus forrásaiból minél előbb részesüljenek a potenciális pályázók.